Üdvözlünk minden kedves nézőt a 2018-as FIFA Kaszton, ahol természetesen a Real Madrid, Real Madrid mérkőzéssel készültünk. Vagy lehet, hogy 110 és illetve FlyQuest, a kettőből az egyik biztos, hogy igaz. Szervusz, kedves Buci! Szervusz, Livius, én is üdvözlök minden kedves nézőt. Igen, most az egyik fülest átváltottam egy másik fülesre. Azért kicsit már fájt a végén, amikor a fülemet húzta már le, de hát igen, a pólusban megrendezett FIFA bajnokok hétvégéje, ugye tegnap, illetve ma véget ért. Ma egy francia csapat győzött 11-esekkel, tegnap gondolom Real Madrid. Nem, a brazilok. Brazilok, na hát végül is akkor a nemzetközi válogatottak tudtak győzelmeskedni. No, de hát most itt vagyunk a League of Legends-ben, méghozzá Észak-Amerikában, ahol hát a 110, illetve a FlyQuest fog összecsapni. Most arról beszélhetünk, hogy ez most gyors meccs lesz? De igen, de kinek lesz ez gyors meccs? Hát nem tudom, mostanában nem lehet megtippelni, mint a Team Liquid ennyire kikapott a legutóbb. Azóta én már nem merek mondani semmit, viszont a 110 az valahogy ők mindig tudnak egy bizonyos formát tartani, már amikor nem csinálnak egy hülyeséget, hogy palosztatják Sunday-t. Azon kívül mindig tudnak egy jó formát tartani, és nekem kell mondjam, hogy jó játékosok vannak, nagyon szuper a forma, de én még mindig úgy gondolom, hogy a 110 igazi, ez proli. Uh-huh. Zseniális edző. Az H2K-t is nagyját tette már egyszer. Igen. Most a 110 is 3 hét volt a kezdés előtt, amikor beköltöztek afrómaik a game-hez, azt mondta, hogy mi? Kell több idő. Nem, meg is nagyon nyerték. Jó, nem nyerték meg, mert döntőbe jutottak, de... De a döntőbe egyébként egy új csapatként, egy teljesen új összeszokatlan ötösként, én azt gondolom, hogy egy nagyon szép eredmény, főleg úgy, hogy tényleg Európából hoztak egy edzőt. És Prolinak egyébként én azt gondolom, hogy tényleg nagyon sok hatása van mind a játékosokra, szerintem ő egy nagyon lelkes edző, tehát jó lehet vele együtt Igen. dolgozni, kényelmes lehet vele akár az együtt élés, illetve az, hogy milyen dolgok vannak. De nézzük meg a FlyQuest felállását. Flame felső ösvény, Sumtrin a dzsungelbe, Keen középső ösvény, White Turtle, illetve JJ az alsó ösvény párosítása. Így van, a 110 pedig hála az égnek Sunday a felső ösvényen, Anda a dzsungelben, aki ugye Hájnak az unokatesója, Ryu, illetve Kodisztán és Afromu a középső és az alsó ösvényen a duo. És hát Proli láthattuk itt a coach szerepkörben. Neki az a hírhet neve, hogy ő az, akit még Forgivent is rávett, hogy pacsizol levele. Tehát, hogy azért ez egy nagy szó. Mondjuk az a százas logó, az szerintem egy kicsit furán volt felrakva a tűző. Elforgott egy picit, ettől független. Egyébként nagyon-nagyon komoly a videoblogjuk is. Tehát, hogy akit érdekel, az nézze meg. Rengeteg, tehát ilyen mindennapi sztorik vannak róluk, hogy mit tudom én, hamburgert rendelnek, és akkor a segédedző totál nem azt hoz senkinek, aki akar. Tehát ilyen olyan vicces dolgok is vannak benne, hogy összeverik egymást ilyen műanyag botokkal, és akkor ebben játékszabályok vannak, nagyon furcsa. Viszont jó a hangulat, tehát hogy még Ryut is láttam mosolyogni. Igen, és ez viszonylag ritka. Maradjunk annyiban, Ryu, hát amióta kikapott Fékertől az 1v1-zetbe, azóta nem feltétlen szeret annyit. Nem szeret annyit mosolyogni, de hát egyébként... Lehetne ilyen Disney mesét csinálni, tudod, hogy elvesztette a hercegnő a mosolyát, és akkor valami szőke herceg visszaadja neki, nem tudom én, összeverhet valakit a középső ösvényezettel. Abszolút, de ezért ismerik egymást Ryu és Proli régóta, vagy legalábbis régről. Így van, ugye az éstükélyes korszakból, még Európából. Igen, azért Ryu is megjárta már Koreát, Európát, és most végül azért már jó ideje itt van Amerikában. Míg hát White Turtle talán a nagy öregje, ha lehet ezt így mondani, a FlyQuest-nek, amióta ugye már High nem játszik, azóta talán én azt gondolom, hogy White Turtle, aki átvette ezt a szerepet. Hát ugye FlyQuest, ami alapvetően a Cloud9 Academy-ből jött létre, és hát ugye High-nak elég komoly tulajdonosi szerepköre is volt a csapatban. Aztán utána, hogy teljesen más vizekre evezett ez az eredetileg ugye kosaras team. De nagyon érdekes a jelenlegi helyzet. Tegnap ugye White Turtle volt az, aki hát kb. Az egész meccsüket lehozta, viszont nagyon-nagyon szépen játszott. Úgyhogy ez a srác, ez mindig vagy zseniálisan játszik, egyszerűen csak vagy a TSM-ben nem érezte. Szerintem ott túl nagy volt a nyomás, illetve az a fajta két dudás egy csárdában nem mindig fér meg. Ami azóta is gond egyébként. Ami azóta is gond, én is azt gondolom. És nem biztos, hogy White Turtle-nek az volt a kedvező felállás, vagy az volt a kedvező csapat. No, de azért vannak itt nagy visszatérők, Santorin például, illetve természetesen a FlyQuest edzője, Santvicius is egy nagy régi Igen. LCS játékos. Túl vagyunk már a tiltásokon, FlyQuest tiltott egy Swaint, egy Rakant, illetve egy Thalia-t, míg a 100 Thieves piros oldalról Zoe, Nocturne, illetve Aatrox. Hát a választások sem olyan nagyon meglepőek. Ha jól látom, azért kezdünk egy jó Braum-mal, utána pedig tovább megyünk Kindred felé, aki azért kellően OP ahhoz, hogy első körben hozzák szinte, hát mindig. Mondjuk ez Európáról nem mondható el. Mármint, hogy Európában nem annyira OP ez a Kindred.
Európában három darab győzelme is, 10 elveszített mérkőzése van, tehát kifejezetten nagyon alacsony a győzelmi rátája Kindrednek, de ez az ULCS, tehát ez mindig ugye ki kell emelni, hogy nem ugyanaz egy hős, egy külön bajnokságban. Tavaly ugyanez volt Jarvánnal, hogy Európában működött a Jarván, hozták a meccseket, igen, míg Amerikában borzalmas volt. Hát érdekes különbségek vannak már között a két régió között is, aztán, hogyha elmegyünk Koreába, ahol meg Aníviák repkednek, meg ilyenek, tehát hogy ez teljesen más kaliber az egész, meg ugye Kledmir is volt, se felejtsük el. Közben megérkezik Varus a FlyQuest-hez, itt White Turtle lövöldözhet kellemesen bele. Eléggé népszerű lett. Abszolút. Akár már jobb, mint Vladimir. Hogy tudjuk, hogy Varusnak mindig ilyen egy-egy patchek nagyon-nagyon szépet és jót tesznek. Nem tudja a Riot kipatchelni őt. Igen, és alapvetően nem biztos, hogy túlságosan fáj neki mondjuk adott esetben egy Ginzo gyengítés. Másik oldalról szintén lövész érkezik méghozzá Lucian személyében. Ő akár Kodisánhoz is jöhet. Kérdés majd, hogy milyen támogatót kér maga mellé. Ugye a Lucian Braum elérhető volt a FlyQuest-nek, mármint ez a kombináció, de mégis inkább Vájtört a Varus mellett döntött. Jöhetnek a tiltások, a második körös tiltások. Gnár még egyébként egy nagy visszatérő, és egyébként azért a piszkálódásával, főleg, hogyha utána az első tárgya egy hóhér hangja, akkor azért meg tudja fogni a Mundo topot. Igen, ugye Mundónak a legnagyobb tiltási ellenfelei az ugye Gnár és Darius. Valószínűleg ez lesz a két utolsó tiltása a 100 Thieves-nek, ami azért jó, mert ilyenkor a FlyQuest tudja, hogy milyen karakterekre számítson, és miket hozhatnak el körülbelül. Esküszöm, ez az úr, ugye Szentfés, ez tökre úgy néz ki, mint a Jensen 20 év múlva. Lehet, de hogy Jensen is úgy fog kinézni 20 év múlva, bár mondjuk azért neki még a arcszörzetével. Azt hittem a hajkoronára fogsz. Nem az arcszörzetével, és ahogy te is előre jósoltad, Darius meg is érkezik. Így Flame nem játszhat ezzel a hőssel, mert próbálnak Samdain-nak kedvező ösvényt alakítani. Azért tegyük hozzá, hogy Anda azért nagyon szép, amilyen keresztül ment. Ugye a FlyQuest-ben kezdett, mint ugye Hynek az unoka tesója, valószínűleg megvan az oka, hogy és miért kerül be, jó sok tippet kaphatott a Rokontól, viszont azért innen átvándorolni az első csapathoz, akik ugye az alapszakaszt megnyerték, nem a bajnokokhoz, nem így mondom. Mindeközben viszont a szorakatiltás nagyon gyakori Amerikában, de nem érkezik, hiszen nem kell funnelt védeni, inkább egy engage support Alistar személyében, ha már Pike-ot elvették a Fromótól, és egyébként lehet, hogy ezzel egy kis szívességet tettek a 100 Thieves-nek, hogy nem Pike-ozik a Fromó. A Fromó így, ugye alisztározni, míg valószínűleg Kodisán Lucianozni fog, felső ösvényen pedig Gangplank érkezik. Orianna. És Orianna pedig Keenhez. Erről beszéltem, elképesztő gyors volt a választás a második körben, tehát a FlyQuest pontosan tudta, hogy mit fog tiltani a 100 Thieves, és onnantól kezdve már csak pikkelni kellett, viszont Ryu kaphat most egy counter matchupot, hiszen ő, aki az utolsó kombót választhatja. De mit hozunk Oriannál? A Zoe-t nem érdemes. A Ryze viszont jöhet. Az tényleg nem rossz. Illetve, hogyha még régre gondolkodunk, akkor amúgy egyébként a Lucian középső ösvény is működött még annó Orianna ellen. És most még van ADC Ryze. És igen, egyébként az ADC Ryze is egy valid választás, de ettől függetlenül a 100 Thieves megadhatja azt, hogy klasszikus varázslók legyenek a középső ösvényen, és én azt gondolom, hogy egy 8.13-hoz képest teljes mértékben megszokott, vagy legalábbis nem feltétlen megszokott, hanem a régi klasszikus meta felállások, azonkon kívül természetesen, hogy a teleportok jönnek a lövészekhez. Egyelőre 3 teleport a 100 Thieves-nél, illetve még egy világugrás. Ezek elég sok olyan hely és mozgás befolyásoló képességek, amikkel azért pozícionálni mindenképpen jól lehet. Azon gondolkodtam el egy kicsit, hogy mennyire szomorú, vagy mennyire örömteli. Jó, közben a tippjénk is megérkeztek. Ki mellé álljak ez a nagy kérdés? Nax Darcik mellé, akik azt mondják, hogy FlyQuest vagy melléd, illetve Edi mellé, akit szegénykémet elvert az eső, most ugye táborban van, a téka táborban lent. És olyan szintű vihar volt tegnap este a szegénykém, hogy most éppen keresik, hogy hol fognak éjszakázni. Hát hol? Hát akkor igazából mellétek. A tengerben. Mellétek teszem le a voksomat, tehát 100 Thieves. Igazából azért, mert nincsen jó sátra, mint neked. Hát. Na, szóval. Azt nézegettem most ilyenkor mindig, amikor rá közé a kamera, ott vannak a bajnokok.
hogy mennyire szomorú, vagy talán nem is annyira szomorú, még nem döntöttem el, hogy ott van ugye a Cloud9, a CLG és a TSM rengeteg címerrel, és nagyon jó esély van rá, hogy az idei évben nem lesz egyik sem. A CLG tartja kb. Legjobban magát, a Cloud9 már lassan eláshatja az esélyeket, ami pedig ugye az Academy Champion pedig a FlyQuest. Így van, így van. Miközben még megláthattuk egyébként, hogy még a college, az egyetemi bajnokságnak a győztese is itt van a igen. Az észak-amerikai Los Angeles-i stúdióban. Mennyire jó lenne már egy BME óbudai, és akkor lehet, hogy nálatok gyakorlatilag a kérdés, de úgy le... aláztak az év lolban, mint az állat. Én egyébként nagyon annám a magyar egyetemi bajnokságot. Képzeld az edukációt, hogy hát igen, igen, a tényleg gyakorlatilag a képzés, de a lol. A lol. Az jobban működik. Hát Pécset voltunk még annó múlt évben az orvosi karon rendezett lol versenyen. Ott egyébként tök ügyesek voltak a srácok. Hát egész izgalmas volt a döntő. Miközben a piszkálódás elkezdődik Keen, illetve Ryu között. Ugye középiskolák között már vannak versenyek, vagyogatnak. Eléggé szép számban. És nem csak LOL-ban egyébként, hanem többfajta játékban is, ha már így mi is elkezdtünk kitekinteni a FIFA felé. Nem, én azt gondolom, hogy a tegnapi nap, illetve a mai nap után mindhármunkat be lehetne avatni egy mostantól tiszteletbeli FIFA kommentátorok is vagyunk. Jó volt egyébként, esküszöm. Nem rossz egyébként, én is azt gondolom, csak sokkal többet kell kiabálni. Igen, főleg egy FIFA-ban, ami nagyon-nagyon pörgős és nagyon-nagyon gyors, mindig történik valami, nem nagyon lehet úgy kommentálni egy FIFA-t, mint egy foci meccset, ahol azért lassabb, azért az 5, biztos. 5-6 másodpercet tudsz csöndbe maradni, mert éppenséggel látod, hogy nem fog történni semmi, de igazából a kezdés sem, mármint ezen a mérkőzésen sem túl izgalmas, de is, illetve Santorin is a pirosnál kezdett. Azért egy nagyon gyorsan kellett megígyon egy romlás italát. Ez leginkább a manájának szól, mint az életerejének, nyilván annak is kellett, de ugye valamennyire hasonlít Rise Aurelion szóra, hogy minél hamarabb kell elhoznod a legtöbb miniont, amit tudsz hazatérni, aztán visszarohanni az ösvényre, hogy hát ugye a könycseppel már tudjál szórakozni. Mondjuk ez könnyen megteheti, ugyanis teleport megmaradt, tehát három teleport a kettővel szemben. Túlságosan nagyon különleges választást legalábbis a rúnákban nem látok, miközben Sunday-ra érkezhet egy jó rajtaütés. Ez sejti. Szép. Igen, némely jó cserél. Már érkezik is Santorin, Sunday kapja a sebzést, villám. Nem fognak torony alá menni értem, mert semmi értelme, ez biztos. Sunday, aki azért... hát nem mondom, hogy látott már ő is szebb napokat, mert ő az, aki eljött Kóreából, de a szintet tartja. Szerintem abszolút jól játszik még mindig. Így van. Két érvosztal egy toposáról beszélünk. Kihet. És amúgy a FlyQuestnek sikeres volt a rajtaütése, tehát Santorin érkezése jó volt. Uh-huh. Villanástól szabadult meg Sunday, még nekik nem kellett semmit áldozni, ezért cserébe Flame, hát begyűjtött jóformán mindenféle itókát, ami a életerő, mana, bármire visszatöltésére alkalmas. Teljes üvegcse gyűjteménye van ennek a Gangplanknek. És még mellé egy süti. Hát szenzációs, szenzációs, azt kell, hogy mondjam. Szintelőny Whitertől, illetve JJ párosánál. Valóban. Ezt ugye az elején látó statisztika nagyon érdekes volt, hogy JJ mellett Whitertől mennyivel magabiztosabb, mint a korábbi támogatóinál. Ugye 5 mérkőzés, 11,7-es KDA. Zseniális teljesítmény mindenféleképpen. Mindeközben azért az alsó-esőnyes piszkálgatások megérkeznek. És talán egy picit jobb helyzetben van egyébként a FlyQuest, mert azért a harapós faggyal, illetve a harapós székekkel JJ távolról is tud lassítani, illetve minimális de sebzést kiosztani. Ezzel szemben ugye Afromúnak közel kell mennie ahhoz, hogyha ő akár sebzést, akár képességet akar majd alkalmazni. Őrző az egyik oldalon, másik oldalon pedig utórengés, legalábbis a támogatók. Runa választásaiban az első sárkány, hét sárkány, ez kifejezetten egy hasznos sárkány, és talán még annyit nem mondtunk el, csak ti, még a felvezető showban, hogy a FlyQuestnek ugye 5 győzelme, 4 veresége, míg a 1-10-nek egyel több győzelme és egyel kevesebb veresége van, 6-3. Hát jó sokan vannak most 5 győzelme és 4 veresége Amerikában. Így a közép mezőny eléggé össze van folyva az ilyen mezőnnyel. Főleg, hogyha most esetleg a 1-10 kikap, mert akkor aztán meg főleg. Legalábbis a következő mérkőzésekig. A Fromo kapott egy harapós fagyot, amit gyűjtögetnek is rendesen. Egy lövés, két lövés, majd átütőnyi vesző, és egy égetés is csattant. A Fromónak azért jégből vannak az idegei, talán fel sem olvadnak, hiszen nem nyomott de villanás sem.
Flame pedig még narancsot sem használ, mert hát minek, úgyis hazamegyek. Na, egy dobás. Anda, Samdi, bekapcsolja hát igen, az égetést. No. Ez gyors volt. Samdi pedig túl fog élni, ez biztos. Szegény Anda, ide jött az semmit. Semmit! Köszönő tekinteteket kapott. Viszont az első gyilkosság így megvan a Van Hunter 10-nek, tehát és azért... És egy módon szólozott le gépét, tehát... Hogy... Jogos, leégette konkrétan azt a szakállat, ami a kapitányon van rajta. Viszont azért teleporttal vissza tudott jönni, és a ragyogást meg tudta vásárolni, tehát nem olyan rossz a hazatérése, illetve a gyilkosság, hogy Flame azért legalább egy tárgyat ezt meg tudott venni, miközben egyébként a jelzőjét szeretné el happolni Santorin Andának, és ez sikeres is. Ez para lehet olyan Barbiehoz menni, aki leégeti a szakálladat. Láttam valamilyen videókat a Facebookon, talán az dobta fel nekem a ilyen, szerintem ilyen indiai fodrászok, vagy valami ilyesmi, akik ilyen lángolva vágják a hajadat, és így mindig fölgyújtják, és utána gyorsan lefésüli utána. Nem, tehát és miért kell azt fölgyújtani? Nem tudom, hogy mi értelme van, hogyha van itt valaki... Ha valaki van itt... És mondjuk fodrásznak tanulna, vagy tanult volna, akkor segítsen majd nekünk, hogy ez mitől hasznos. Meg kellett kérdezni a Pierce-t, az úriembert. Így van. Innen is üdvözöljük Pierce-t, aki már hát a hármasokkal és a nullákkal eléggé közeli barátságba került. Tripla X. Elmúlt 30 éves. Nem, csak azért nem szívom vele a vérét, mert nem sokára te is jössz. Na, ez az. Hatos szintet meglépik egyébként a középsősvényesek hasonlóan a felsősvényesek, ami azért fontos, mert mostantól kezdve azért Flame bele tud szólni egy-egy csapatharcba, vagy egy-egy rajtaütésbe, záró tűzzel, globális fenyegetettsége van. Míg azért a szadizmus inkább csak az életerő visszatöltésben tud majd segíteni Samdénak, mert hogyha JJ nincs arra, akkor alapvetően Wintertől-nek kell majd ugye a mérgezett földet alá lőni. Ez jó választás lehet egy Mundo ellen, mármint Varus. Igen, valóban. Na, Santorin közben viszi azokat az aranyos kis pengecsőröket. JJ pedig ott hagyta az ösvényen a társát. Ami annyira nem biztos, hogy okos egy Lucian Alistarnál. Az egyetlen oka, amiért ugye eljöhetett az, hogy afromaiknak semmi rálátása nincsen. És nem is nagyon van őrszem náluk, amit kihelyezhetnének. Így viszont nem lehet engage-elni, amíg nem tudod, hol van Santorin. Viszont ha valahol feltűnik Santorin, azonnal bemehetnének érte. Flame-nek még van narancsa, úgyhogy még valami lehet, mert azonnal jelen, de azonnal villan, és jön a végső képesség. El kéne lőni azt a hordót, hogy valami mozgást kapjunk belőle, de anélkül bizony a kleptomán gépét is könnyű elásni. Sebzés szép volt már, mint amik Andára kiáramlott, de azzal, hogy Samday bekapcsolta a szadizmust, rohant előre, mint a vadállat, és odament, ahova akart, főleg a villanás után, és még a... Hús bárdot, a csata bárdot is folyamatosan bele tudta dobni Flame-be. Igazából menekülési útvonala FlyQuest felsősvényesének nem volt. Amúgy egyébként egy Gangplanket érdemes a játék korai szakaszában akár büntetni is, hogy minél később érkezzen meg az ő sebzése. Samdi kitakarítja a rálátást, innentől kezdve nem tudja Flame, hogy Anda merre jön, és mivel előrébb vonult az ösvényen, így hát kedvező célponttá várt. Ám de elég sok sebzést kap azért meg Flame-től, főleg igazából a végső képességet állja végig a záró tüzet, de túlságosan nagy bajban nem volt a One Hundred Thieves egyik játékosa sem. Samdi biztosító villanást használt el, hogy tuti ne menekülhessen el Flame. Valóban, és eléggé egyszerűen mennyi ez a felsősvényes büntetés ennek a Gangplanknek, aki ugye egy olyan karakter, mint Amerikában nem is igazán esett ki a metából kb. Soha. Csak amikor a tömjén meta volt, mert akkor ugye a gépének a teljes hordó robbanását megfogta a tömjénnek a pajzsa. Igen. Ez elég undorítónak számított. De közben Afromo itt eléggé elbújtokol a bokorban. Nem csat Afromo, nem látszik. Végső képesség érkezik, szép a pajzs használat. Horisztán távol tartja az ellenfeleit, amíg Afromo idejér, hogy bemehessen. Vagy legalábbis fedezze a társakat. Akár a sárkányra is szerethetne fordulni, akár a One Hundred Thieves, akár a FlyQuest, egyébként a rálátást, illetve a sutyerákot a tolvajok csapata szerezte meg. JJ nem talál közben a harapós faggyal, viszont egy jó őrszemet, egy kvázi mélységi őrszemet azért kihelyez, de pedig ezt ki fogja takarítani. De van ott még egy őrszem, amit Santorin
pakolt oda, az pedig egy jó kis ellenőrzőrszem. Na, Fromu kettős felütés. Így van, azonnal jön a duplott auto alaptámadás Corisanttól, viszont JJ gyűjti a jelzőket, és átütő nyilvessző elől villan el Corisan, ami nem kevesebbet jelent, mint az életét. Hiszen ott volt a három passzív jelző, és az átütő nyilvessző lerobbantja az égetéssel kombozva, egyértelműen meghalt volna. Így viszont Corisan túlélte. Egy villanás, egy égetés, igazából egy darab égetésért cserébe. Az ultik mindkét oldalról kijöttek, Whitehearted, illetve JJ is elhasználta. Ez pedig egy védekezően kilőtt zárótűz, világugrás. Ryu-tól már jön mindenki, Flame ezt meg fogja úszni, mert ha még meg is kapja, Runa Burton csak eszik egy narancsot és ott hagyja a fenébe az egész szituációt. Nem lett meg ugyan a gyilkosság, de az, hogy a zárótűz veszedelme nincs már bent Flame-nél, az nagyon sokat segít a 100 a következő forgásokban. Illetve az érkező sereggel azért meg lehet próbálni az első torjot. Afromu kezdeményez. Afromu azonnal megtámadja kint, és már jön a vonzás hullám, de nem ér semmit sem. Ryuék most darálhatnak JJ-nek, még fent a shieldje, de ez nem fog sokáig tartani. Sikerült ezt túlélniük. Eközben viszont mégis a 110 az, aki el tudja hozni a tornyot. Shield került túlélniük. Na jó. Mondtam, hogy fáradt leszek, és lehet, hogy az ilyen szóvicekre rá fogok ugrani. Igen. Jó lett amúgy. De nagyon jó volt az, hogy Sunday ugye ott tudott maradni a felsős, ugye pont megjött a Minion hullám, és vissza tudott érni, és óformán egyfajta harapó fogóba fogták kínéket, a promulasítás. A stopperórás Alistar nem fogja túlélni, ez teljesen egyértelmű volt, hiszen adott időt arra, hogy Ryu mekkorát visszacserélt az ellenfelére. Miközben azért Anda azt mondja, bocs srácok, én most ilyen nagyon nagy, hát ilyen páncélos lénnyel verekszem. Igazi bogár, üresség bogár. Tudom, mindig azt mondták, a páncélos hadtestek az elején mennek a háborúkban. Na, nézzük ezt a szendvicset, ahova Afromu érkezik, villanásos porrás, zúzás, Kodiszán pedig kínre fordul, nagyon szép, ki kell venni a sebző embert a csapat harcból, és alapvetően azzal két oldalról érkeztek, így talán szerencsésnek mondhatja a Falákösz magát, hogy csupán egy ember halt meg, de ezt követően ugye egy egy-egyes cserét hozta ki el, ugye a FlyQuest megszerezte az első gyilkosságet, viszont az első sárkányra még mindig nem fordult ki senki, de tornyot már tudott hozni a 100 Thieves csapata. Lebuktatják egymást jóformán őrszemekkel a játékosok. Santorin pedig éhes lehet, harapdálja nem csak a tornyokat, nem csak a sutyerákokat, hanem még akár az őrszemeket is. Hát ilyen az, amikor éhezik valaki és ráfanyalodik akár még egy őrszemre is. Akár még egy összemre is. Lehet, hogy vannak olyan összek, ahol ez külön csemege. Mondjuk Rengárnak biztos. Mert ja. Amikor ugye ráugrott, jó összembörkölt Rengárnak vacsira. Akár. Vagy Pike-nak, aki ugye a Draktárból autót kösse és takarítja őket. Szóval nagyon egyszerű dolga van. Viszont ugye azt a sutyirákot nem lehet eltüntetni onnan, amíg ugye ott van a wifi spottal. Addig a rálátás előny az egyértelműen a FlyQuest-nél, de meg igazából nem látszódik még. Nem bizony. Ez egy nagyon jó pozíció. Anda nincs ott. És Santorin van a jelző, amúgy egyébként Anda tényleg elhagyta a sárkány környékét. Megvan a bónusz gyorsaság, de Anda inkább a rálátást próbálja kitakarítani. Santorin pirossal rendelkezik, hasonlóan egyébként Andához. Whitehearted ellökték, ez nem biztos, hogy jó Afromunak. Tud kábítani, viszont a visszaugrás tökéletes, az égetés kijött, de feleslegesen. Az őrző az egyetlen, amit ki tudtak hozni. Jelenleg ugye Whitehearted-ből. Mindeközben viszont figyelni kell a szurdok hírnökére, mert lassan le kell raknia ugye Andának. És hát valahol ki kell dolgozni annak a körülményeit, hogy a hírnök megérkezhessen. Talán a középső ösvénye lenne most jelen pillanatban legegyszerűbb. Anda. De Anda itt van, JJ! És gyönyörű feldobás, JJ is elnyomja az ő stopper óráját. Santorinra akar visszaugrani, ezért villanással keresztve sikerül is. Senki nem jön, és JJ nagyon nagyot kapott Andának az alaptámadásából, akkor hiszen fedezi társát a végső képességgel. Whitehearted, hogy nem mehet tovább és nem lőhet. Flame közben megérzi, milyen az, amikor egy egykori kórai topossal kezd szembenéznie. Ott a zárótűz, de így gyilkolni akar, és ő fog több életet visszakapni ebből, de Flame-nek jár le előbb. Hát a mondó GP matchup, ha a GP-t nem engedik
haladni, az eléggé fáj. Vonzás hullám közben, jó lehet bajban, szép a kihelyezett pajzs, viszont nagyon jó a menekülés ezzel a komoly teljesítménnyel. Aha, és jön is az idézés a középső ösvényre, főleg úgy, hogy vissza lehetett kint zavarni a saját tornya mögé, Szándé pedig azt kell, hogy mondjam, hogy szétégette Flémát, ugyanis már megvolt a naptűzköpenye, már megvolt a fejlesztett cipője, és igazából nem volt elég sebzés Flémbe, hogy őt meg tudja ölni. Ugyan eltörtek a stopperórák, de Szándé közben gyógyult, mert az ultia pörgött. Igen. Nagyon okosan kiszámolt. 1v1 volt most ez. Kóreai felső ösvényestől. Az Uldog hírnökét pedig ki lehetett használni még egy toronyelhozatalára. Ez a középső ösvényen történt meg. Kettő toronnyal is, öt gyilkossággal vezet a 100 Thieves. És eléggé szép tempót is tartanak. Méltó a teljesítmény egy amerikai első helyezethez. Jelenlegi helyzetben, ugye ezért egy jó páran pályáznak most erre így a fél időnél. Az a jó, amikor a fél időnél még nem dőlt el semmi, viszont nem 0-0 van. Na ez az, amit Amerikában látunk most. Mert hát ugye a Real Madrid-Real Madrid meccsen nálad is mindig a 20. perc előtt volt egy gól, amit a Ronaldo lőtt? Nálam össze-vissza volt a gólok, de jön egy visszajátszás, ahogy JJ-t próbálják elkapni, még ő is túlél viszonylag sokáig, majd ugye Santorin visszamegy, hogy rá tudjon ugorni az élő pajzsal, de ezt követően hát végül is Anda egy nyilvesszőt beleereszt a hátába, Szándé pedig kihasználva kettő szint előnyét ráuglik Flémre, kapja ugyan a toronylövést, illetve még a záró tűzből is, amiből nagyon szépen kivillan. Arany emberek kiválnak, de Flém már nem tudja lelőni azt a hordót. Miért oda vágott a táskával, nem? Mi van? Jött a kalusz, ki akar rabolni, bum, mi a aktatáska, haver? Számzáros fémből. Az, egyébként vannak nagyon durva aktatáskák, amik nagyon fájnak. Nem tudod, de fegyvert. Hopp, itt ajaj, közben Szándé ajaj. A backline-ban, nagyon szép a sebzés, de jön a pajzs, már ez viszont így kijött váltatott, az egész sorozat elkapja, fogy az életeleje, nincsen végstopperóra, de van végső képesség, kindrednek JJ lehet bajban, megy itt a Ryu, és nem tudja befejezni, váltatottől nem pattan tovább a rúna, és így megúszta mind a két banda. És egy kifejezetten hasznos kindred ulti, amivel talán még egy picit szerencsésen is dobta be Szándét a vonzás hullám. Igen. Na, ilyen ultikat nem nagyon látunk Európában, talán azért nem annyira szerencsés a Kindred választás. Illetve most nézd meg, 2-0-es Kindred vezetni képes farmban, minden egyéb másban. Jó, hát világugrással azt mondja, hogy jó ez az oszlop persze, de a világon túlra nem tud azért átjönni velem. Hát meg Lilu Dallas világjegy. Ja. Azt mondta Rio, hogy világjegy az mindenhova jó. Jogos. Mondjuk ez para lenne a világúrás elvinni az oszlopokat is, amúgy. Tereptárgyakat, mint egy baron bevisz az ellenfélhez. Mondjuk a baron nem tereptárgy, ez jogos. Akkor a tornyot. Jézusom, megjelenne egy random torony. Az elég para lehet. Pont most úgyis olvasom a kristályszilánk szolgáját. Ajjaj, bajba lehet megint csak Flame. Hát ez valószínűleg egy gyors halál lesz. Igazából Alistar röhögve kitankol bármilyen tornyot bármikor. Flame pedig 0-4-es GP. Ami, hát minimum gyenge. És ugyan megvásárolta már ő is a hóhér hangját, hogy Szándé ne tudjon annyit visszatöltődni, hogyha mégis 1v1-re kerülne a sor. Santorin kapja a táskát. De meg lesz itt a FlyQuest-nek ez a torony. Egy toronnyal vannak lemaradva, most már kettővel, hogyha Kodiszánék elhozzák még ezt is. De hát kettő darab lövészük van itt Andával. Karöltve, ajjaj, kín. Ez halál lesz, itt kín, nem tudom mit csinálni, ez egyértelmű, hogy... Amikor szembenézel a bikával, akkor érdemes pislogni és futni. Hát úgy tűnik, hogy kín most ezt a futást nem tudta eszközölni, és elég könnyedén írtották le szegényt. És talán az a fájdalmas most a FlyQuest-nek, hogy kettő darab kettőszínű tornyot is buktak középsősvényen, illetve az alsősvényen. Csupán azért, mert ők azt hívták meg, hogy Ványtörtől le fölmenjenek, és megpróbáljanak egy külső tornyot hozni. Egyelőre a 100 Thieves mindenben képes uralni a pályát. Célpontok, szörnyek, gyilkosságok. Szép játék. A szép játékban is uralják? Így van, a szép játékban is. Jogos. Csapattak egy jó 8-1-et. A jelenlegi helyzetben a FlyQuest pedig azt tudja, mit csinál. Legalábbis nem érzem úgy, hogy a jobb keze tudna, mit csinál a bal, hiszen Flame nem csinál semmit azon kívül, hogy folyamatosan büntetik, és az a baj, hogy ez nem az ő hibája. Tehát, hogy ő nem igazán tud semmit sem tenni ebben a helyzetben. Most vehetett egy hóhér hangját, de
ez egy két szint előnyös mondót nem fog megállítani egy szóló kill-től. Főleg akkor, hogy Flame-nek egy hibája volt, az olyan feltűnő volt az egyik visszajátszásban, hogy ő nagyon nézte, hogy hova kell lőnie a zárótüzet. És akkor ment rá Sunday, és mire észbe kapott, már fél életerő alatt volt. Ott könnyű meghalni. És egyelőre a makro előnyét kihasználva, a 100 Thieves Baron Nashor körül mozog, 20. percet elhagyván pedig ez is már egy elérhető erősítés lesz. 30 másodperc múlva jön a következő hegysárkány, ez már nagyon-nagyon fájdalmas egy két lövészes kompozícióban. Úgyhogy ezt nem szabadná átengedni a Flying Questnek, de nem nagyon tudnak kimozdulni. Az az egy szerencséjük, hogy a Baron Nashorra azért rálátásuk van, teleportok vannak, Whitehearten, illetve Flame-nél is. De ugyanúgy elmondható ez Sam Dayryu-ról, Cody Sunnak pedig egy laza 20 másodperc múlva azért visszatöltődik. A mai nap ezek a kínzós városok abszolút nincsenek meg. Egyelőre mind a két város, amit láttunk, hogy a letaszított király kardjával indít, és utána Ronan hurikánja felé folytatja az útját. Ez is egy építkezésmód. Elég sok életerőt lehet visszanyerni belőle, és nem is kell annyit húzni az időből, hogy felsztekkeld ugye a Ginzót. Sokat tud hozzátenni a gyorsabb csapatharcokhoz. Bár pedig egyébként a Kindred ellen még lehet, hogy van idő sztekkelgetni. Úgyhogy azért lehet, hogy ezt meg lehet játszani. Mindeközben Anda hozza a kék gólem erősítést, és egyre erősebb Ryu, akinek most már arkangyal pálcája van. Innentől kezdve nehéz megölni. Sőt, a Morellano is elkészült nála. Ez megint csak egy kulcsfontosságú tárgy. És a második tárgyát Kodiszán is befejezte a fekete hasító bárt képében. Sunday-t pedig muszáj lesz megölni, mert hogyha nem ölöd meg, akkor a varmoggal vissza fogja tölteni a maximális életerejét. Még akkor is, hogyha éppenséggel nincsen ultia. Santorin, meg lehet állítani Afromut. Ez baj. Nagyon nagyot kapott, azonnal törhetetlen akaratra váltott. Ryu viszont túl jó pozícióban dobálhatja a rúdákat. Még egy lövés kéne, de a pajzs az mindentől megvédi. Flame viszont fel tudta robbantani a záró tűzzel Afromot a háttérben. Hát azért igen, amikor a bocira a hajóról nőnek, az nem túl igazságos, ezt lássuk be. Ágyukkal. Igen. Teljes sor tűz. Ágyukkal tehénre vadászni az nem túl fair. Én nincs előttem, ahogy kitolják a kis cannonokat az angol 1600-as években, hogy na, akkor lelőjük a teheneket, srácok. Mondjuk ki tudja, hogy az ilyen háborúban történtek egy ilyesmi. Nem voltunk ott, igen, úgyhogy nem tudjuk pontosan, nem, hogy mi történt. Rá, hát. Nem bizony. Maximálisan biztosan ennek, hogy az életerő visszatöltés, mint Sunday-nál, Kindrednél, ugye Andánál, illetve akár Afromu passzívjánál minimálisra csökkenjen, mindenki vásárolja azokat a tárgyakat, amiket ezeket megakadályozzák. Ez jó lehet, csak egyelőre túl nagy van a 10-nek az előnye. Világugrás Ryu! És jön is bizony, kapott egy jelzőt gyorsan, de Sunday-jel kell foglalkozni, aki Whitehurtot nagyon bünteti, Ryu-nak ott a rúnája, és így Whitehurtől halálra volt ítélve, folyamatosan leütögeti ezeket a kis kedves hordókat, JJ-t csak az Orianna pajzs menti meg, majd jó a vonzás, hullám, Kodiszán nem fog belehalni, és felesleges volt az ulti is Kindrettől. Kodiszán könnyű szerelélte ezt túl. Nincs elég sebzés kínben, viszont fogy a bázisa a FlyQuest-nek, inhibitort fognak bukni, ez már szinte biztos. Anda ugyanis Kodiszán nélkül is tudja darálni ezt kellő sebességgel. Igen. És valószínűleg is fognak tudni menekülni, főleg így, hogy Afromu egyébként még visszaugrik. Áó! Így van, Anda próbál előni JJ-t, miközben Santorin az útjában áll, aki Zeke szövetségének köszönhetően elég szép ilyen jégvihart hoz maga körül létre, amivel lassítja az ugrándozó Kindredet. Erre is jó, így a Trundle. Nem csak a városnak ad nagyon nagy erőt. Aki amúgy halott volt, szóval sokat ez nem segített. JJ viszont megmentette jóformán az életét, illetve a csapattársáit a pajzsával. Nincs az a pajzs, akkor valószínűleg Anda nagyon gyorsan letakarítja az útból. Na, nézzük a világugrással kezdeményező Ryut, illetve Sunday-t, aki teljesen rá tud fordulni Whitehurtre. Itt már nem lehetett menteni. Flame próbálta még a sebzését maximálisan kiosztani. JJ jól fordul el, ezt követően pedig a vonzás hullám diszonancia kombót megkapja Kodiszán, de a villanásával, ahogy te is mondtad, kimenekül. Így igazából bónusz életerőt töltött vissza Anda saját magának, meg még egy-két csapattársának. Kodiszán köszönte szépen, ezt nem kért belőle. Jelen pillanatban feltörve a FlyQuest bázisa, és amint mondjuk egy embert, jóformán bárkit nem kell ahhoz Santorinnak lennie, elkap a 110, akkor egy elég laza baronnasort is hozhatnának.
Hát igen. Ráadásul náluk van ugye a két hegysárkány, ami... Ez tényleg elég sokat segít benne. De hát innentől kezdve, hogy hova tovább, az a barannosok körüli tánc fogja eldönteni, te is ugye mondtad, de nem nagyon tud a FlyQuest erre fellépni. Még akár egyébként így is elhozhatja a 100 Thieves. A FOMO-nak be kell menni. Vagy legalábbis nem kéne hagyni, hogy ez a baronnasói túlhúzódjon. Nagyon szép a végső képesség, Kodiszterin be van szorulva. De mindeközben nézd meg, mi történik odalent. Sunday próbál endelni legalábbis Gangplanknek az életét. És nagyon szép a villanás ezért, amiért még életben marad. Haza kell rohanni. Ám így könnyűszerre fordulhat az Next, illetve az Inhibitort védő toronyon. A JJ itt maradt, de őszinte az egyetlen. Santorin végül marad vele. Ez tuti toronyba kerül. Baront megint abba hagyják. Az nem jó hely. Nem, dehogy engedik. Úristen, Rio mekkorát törölt. Braumon, Anda pedig Flytörtől találkozik egy V1-ben. Szép a sebzés, viszont ott az ulti. Majdnem kilépett Flytörtől, és az életébe került volna vonzás. Hullám! Anda elvillan előle. Rio! Át a falon, és aztán letörli Flytörtőt a pályáról. Flynnnek nem mer kimenni Soundayra, tehát Soundday püföli azt az inhibitort, el is hozza, majd megy utána a Nexus tornyokra. Kéne egy statisztika, hogy hány hordót ütötte ki Soundday Flynnnek, mert szerintem vagy 50-et biztos. De egyszerűen nem mennek, nem mernek rámenni arra a Mundóra. Én most jelen pillanatban tényleg oda megy, ahova akar. Nincsen Lux, nincsen Pierce a pályán. Mondjuk ezt megnézem, hogy ez milyen luxulti törli le egyébként. Hát valószínűleg ezt már semmi. Nem sok varázsellenállása van, de hát miért legyen? Ez az elemart az bőven elég, viszont annyi életereje van, hogy megőrülsz. Igen. Ezen a ponton a 110 óriási előnyben van. Visszajátszás közben, JJ-ék olyan helyen mennek, az ott tökéletes rálátás van a 100 Thieves-nek. A kombó jó. Szegény Braumra, ezt követően pedig Anda Wilder-től 1v1. Anda még a vonzás hullám elől villan, ezért ő életben marad, Afromu pedig hát túléli. Ryu pedig a hátsó sort szerette volna takarítani, jó konszuillához hűen. Oda ment, hogy na, nem mész el innen is. Végül is csak gyilkosságba. Soundday villan! Azt hittem, hogy konszuilla a hátsó takarító, és mondom, miért ezt is ezt láttam, és erre nem emlékszem, hogy... Ő lett volna ilyesmi. Nem, csak Ryu azt mondta, hogy no, nem mész sehova. Ezt a Superman nem lenni. Nem. Nem lenni pénz. De az van pedig. Jaj, de szép hozzás hullám. És vége kindrednek. Nem volt még lelki menedék. És ez egy kettő gyilkosságnak közben Soundday beendeli az egészet, viszi a Super Minionokat. És nincsenek kék minionok. Az alsó ösvényen is kettő darab Super Minion érkezik. Lehet erősíteni Baron erősítéssel. Flamék időben érnek vissza. Köszönhető igazából ennek a kettő gyilkosságnak, de rohantak. Hát szedték a lábukat, hogy visszaérnek a saját bázisukba. Neki lőnben egyébként Mudo leharapta volna az egész tornyot, és hívja egyébként a nem tudom, a rontó-bontó brigádot telefonon. Gyertek aztán, hozzátok azt a nagy golyót, tudom, amivel ja. Ledöntik. Emlékszem még a Black Temple-re? Mármint WoW-ban? Igen. Igen. Megvolt az első bosszod, akinek a tüskét kellett kitépni, hogy fel lehessen robbantani a, ja. A buborékot, és nem csinálta meg, akkor tök sok HP-t kapott vissza. Na ilyen a Mundo is kb. Egyszer soha nem fogod megölni, mert állandóan visszakapja a HP-t, hogyha valaki nem figyelt, és akkor tudod, valaki nem tudta a taxot, és akkor magyaráztat neki, ott van a táskádban, használd már el. Így van. Hát valahogy le kéne kvázi burstölni, de ki fogja leburstölni igazából ezt a Mundót? Hát vedd el a tankosságát, ha vera akarod. Vedd el, ha mered. Így van, hát vedd el a tankosságát, Flame találjon legalább egy kettes hordórobbantással. De ki üti a számára és a hordót? Igen. Hát ő nagyon figyel arra, hogy a hordókat ne tudja a Flame kellően robbantani, míg azért mind a Ruan hurikányás Whitetörtölben, mind azért Kimbe és Flamebe is hát ösvénytakarítási potencia van, tehát védekezni azért tudnak. Kérdés, meddig? Három darab hegysárkány. Hihetetlen. Maximális. Jó a célpont fókusz. Ez biztos. Közben Kodiszanék folyamatosan szednék le az inhibitor, de ők nem Soundday. Ellenük azért még ide mernek. És Soundday már csak azért nem nyom váltott ösvénytolást, mert már nincs. Nem tud hova menni. Hova váltson, igen. De ő azért megint az alsó ösvényt. Kisem engedni. Soundday! Váltsam! Ha mennyi farmja van, Istenem, nézzük már meg!
Na hát Sunday, szerintem itt az lesz a végén, hogy belemegy a 4-5 csapat haza a fly közt, hogy mennyiért, csak eddig Sunday leendeli. Körülbelül. Valószínűleg ez lesz a vége. Hát, JJ menne, én látom rajta az agressziót, ő menni akar előre, van Gletscher szakadék, lehetne feldobni valakit. 947-es baronnosok. Nem sok, maradjunk annyiban. Viszont kevés. Cserébe kevés, igen. De mit hozol el, ha nincs célpont? Tehát, hogy ez a Sunday, mit csinálsz, mert 10 perc, mit, azt, hogy nektek kéne, hát nem igaz, hogy nem kettők képesek ti is elhozni célpontot. Sunday a fő boss van bajban. Az már az. Az ulti, na ott van. És már életben tartja kindled is, nézzük, mennyire törött kap vissza. Jön a pajzs, jön minden afromó, nem tud feldobni senkit, Sunday még mindig él. Ez nem elmondható Andáról. Hátrányban van a 110 mindenféleképpen, Sunday nem viszont még Ryu. Mindig él. És nem tudja megölni, megjött Ryu, jöhet a sebzés. Kivegy a mozdás hullám egyedül Sundayre, de nem fog meghalni az Istenért sem. Legalább 20 másodpercig mindent elnyomtak rá, hogy meghalljon. De nagyon ideje volt ennek. Konkrétan nem volt itt Ryu ebbe az egész csapatharc, tehát egy sebzés, orientált, illetve egy sebző karakter kimaradt a buliból. Aha. Sőt, igazából Kodiszen is elég későn érkezett ide. Hát igen. Már jóformán Anda halála után. Anda halála, érted? Anda halála. Szóval... Kirosz, kebab? Júj. Na ezt nem szabad. Szóval nagyon gyorsan meghalt Anda. Míg ugye Sunday, hát tényleg, ahogy te is mondtad, évekig bírta a tankolást, töltötte vissza az életerét. Jóformán mindenki a hóhér hangjával belevágott kettőt, alávágott még egy szennyezett földes várusz képességet. No, de nézzük, mi történik. Sunday menne előre. Santorin visszadobja. Puff, megkapja a várusultit. Megkap mindent, és most jön még csak a Békeszigete. Békeszigetében a feldobás az kényelmes Sundaynak, ugyanis nagyon sok életerőt tölt vissza Kodiszán. Sebzése, maradjunk annyiban, hogy nulla ebben a csapatharcban. Ryu pedig még csak most érkezik meg. Kínre megy ki amúgy a letaszított király kardja. Az is a legvégén a csapatharcnak, és ott van bizony az a várus. Szennyezett föld, nyílvessző zápor, ami végül igazából talán megpecsételte Sundaynak a sorsát. Maradjuk igen annyiban, hogy a 777 bármennyire is szép szám, ugyanis 3 darab 7-es van benne. Ez a nem sok. Heti 3 7-es, igen. Így van, nem sok sebzés egy 31-dik, 32-dik perces 3 és fél tárgyas lúsöntől. Annyira örülök annak, hogy most te vagy mellettem, és így jutott eszembe, tudod, hogy melyik hóhírnak a hangja az, amin ennyiszer kell elsütni az, hogy meghalljon valaki? Hát annak, aki Hunyadi Lászlónak volt a hóhéra. Azaz. Hiszen ugye ő neki nem sikerült túl jól. A promon nagyon-nagyon nagyot kap, és meg is tehetően, de ez egy base Ryu. Rész. Ryu az alsó, és ugye egy teleportos segítséget tudod ki, ez Sunday lesz. Esküszöm, ez Sunday. Jön még egy teleport, óriási base rész, hogy életben kell tartani. Kindred ultival mindenkit, egynek annyi, még egy torony, nagyon kevés, már csak a Nexus, a 110-szer jobban, de fogynak a Nexus életben. Mi van? Mi van? Sidequest viszi el! Nem hiszem el! Mi ez a meccs? Mennyi múlt? Két alaptámadáson? Atya úristen! Rip have for you, ez bocsánat, de ez mi történt? A FlyQuest tényleg azt mondta, hogy 19-re lapot, de kettő, de és kihúzott két egyest. Nincsen egyes. De most már van. Most már van egyes. Vezessük be, hogy a francia kártyában legyen egyes lap, mert akkor kettőt is kérhetek 19-re. Atya úristen, FlyQuest, mit húz meg? Hát, ezt hagyjuk, hogy mit. De mondjuk ki, a FlyQuest az első helyen van Amerikában a 110 mellett a jelenlegi állapotban. A FlyQuest tavaly tavasz óta először vezetni tudja az amerikai LCS-t. És nem hiszem el. Hogy mosolyog? Nagyon-nagyon megérdemelt, mert ez egy jó hívás volt a végére. Hát az nagyon. És akkor ez a, képzeld el az elemzést, amit ti Proli tart nekik, hogy hát srácok, két alaptámadáson múlt, gyorsabban kéne teleportálni. Igen, tehát hogy itt azért a teleport lassúsága érezhető volt, hogy az egész FlyQuest jóformán már ott van, és ők négyen ütik az inhibitort, illetve öten. Hát Ryu ugye most szedi le, érkezik a teleport. Maximális életerőn a kettő Nexus torony, Anda kilövi a végső képességét, amiből utána kivillan, tehát őt meg fogják ölni. Igen. És a 3-5 ellen, az bizony gyorsabb lesz, hogy 5 ember üti alaptámadásokkal. És ez egyébként nem is annyira kevésen volt, ott még legalább ilyen 20% életreje volt a Nexusnak a másik oldalon.
Pedig semmi életereje nem volt a Nexus védő tornyoknak, mert ugye azokat már folyamatosan Sunday szedték, egyrészt Sunday, másrészt meg a Super Minionok. Hát ez... Szerintem erre itt tegyük is fel a pontot, tehát hogy ez így zseniális volt, amit itt leműveltek a srácok. És hát az első és a második párharca volt konkrétan. FlyQuest szárnyal, tényleg azt kell, hogy mondjam. Ez most egy nagyon-nagyon szép hívás volt, és igazából az volt még szép a FlyQuest-től, hogy legalább eddig kibírták a védekezést. Jó volt, igen, az ösvénytakarításuk, nem volt túlságosan nagy baj. Amikor arról volt szó, akkor azért egy-egy védekező csatát megnyertek, két gyilkosságot azért szépen el is orosztak ott a felsősvényen, aztán utána meg lehetett ölni a megölhetetlen Sunday, tehát hogy azért megvoltak azok a kis pici győzelmek, amik talán életben tartották a reményt a FlyQuest-be, hogy igenis itt még van mit keresnünk. Amiért a 110 lehet bántani, az a csapatharc volt, amit Ryu nélkül, illetve hát ugye a lövészük nélkül vívták meg. Összesen 1400 sebzés osztott ki a Rise, illetve a Lucian. És 3 perc utána vége lett a meccsnek. Így van. És vesztettek. Így van. Jó, oké, lehet, hogyha csapatharc mennek be és nem base race-be, akkor nyernek, de hát kit érdekel? Ott volt egy érdekes kindred ulti egyébként, ami nekem úgy tűnt, mintha Anda nem lenne az a tisztában, hogy a tornyoknak már nem... az a nerf az már megérkezett, hogy a tornyokat már nem tartja életben. Mert úgy logikus lett volna, hogy ugye a tornyok megmaradnak a kindred ultinak köszönhetően, és akkor ugye könnyen be lehet endelni. Vagy bárnak képzelte magát. Az is lehet. Tehát, hogy ugye nem tudom még mit lehetett volna itt mondani. Anda megpróbálta hősiesen védeni a várat, illetve a bázis, de végül ez ugye nem sikerült. A hóhér pedig lecsapott, nem csak Sunday-t lehetett megölni, hanem igazából végül így a 110-t is. Hát ugye nem jó tolvajkának lenni, mert hát hogyha elkap a törvény, akkor bizony így érhet véget egy szép menetelés. Tehát 110 és FlyQuest az első kettő. Így van. És utána meg, úristen, sorozatban. És ezek a játékosok még egymás ellen játszik, ugye Clutch TSM, tehát ők ugye nem, ők nincsenek benne ebben a versenyben, és a többiek még harcolgatni fognak az első helyért. Hát, most már kijelenthetjük, hogy fél időnél az égvilágon semmi nem dőlt el, de az sem, hogy ki nyeri, meg az sem, hogy ki a hetedik. Úgyhogy Amerikát érdemes nézni, mert tele van izgalmakkal. Ez a meccs, ez szerintem lehet, hogy az egész év meccse volt ezzel a befejezéssel. Nagyon szép volt. Nagyon zseniális volt, és szerintem ezzel legyen a végszavunk. A mai, illetve erre a mérkőzésre nem sokára jövök a következővel, addig is, hát base race, srácok. Base race.